Na, figyelj, Laci, eljött a te időd. Eljött az én Most időd. beszélünk erről, erről a két filmről. Közös, 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 közös megegyezéssel hosszú harcok árán Zolit leküzdöttük, Macival, közös Francba. Francba. És, Aha. és valami értelmes beszélünk végre. Így van, így van, így van. Hát gyere, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire értelmesek ezek. Ott lett volna a Call a Girl of Cthulhu, a Glory Hall of Cthulhu, a Cthulhu Menzen, tehát olyan csodákról maradunk így le, így, mert minős, mert így az, az ilyen minőségében, az ilyen felkapottabb és populárisabb dolgokra törekszünk, tehát így nem már. Hát de ja. nem kell félni. Volt úgyis, az a Glory hall film. Uh -huh. Úgy is a Kaiju tuló, szóval. Ja, ja, ja. Volt az a Glory Hall-os, ö, ö, kozmikus horror, az a kis rövid film. Az elég jó volt úgy különben. Rövid film... bizalmatlan voltam, de az nagyon jó lett. Aha, tudom, akkor Csávó egy ilyen benzinkút, vagy egy ilyen pihenő öltözébe, budiba be, beszorul, nem tud kimenni, és az egyik budiba van egy ilyen kozmikus lény. Ezt nem, nem vágod sajnys. azt a filmet? Nem láttam. Ö, én vágom csak azt a filmet? Én vágom csak az nekem nem rövid filmként van meg, hanem egy majdnem másfél órás mozifilmként, ami tavaly nyáron jött ki. Akkor lehet, hogy rövid hát, filmek óra. Szerintem ugyanarról beszélünk, nézzük csak egy pillanatra. Jó, nem akarom elvinni ebbe az irányba, de... Nyugodtan, hát még csak az erejét veszük föl. Az a volt, ez a... Glorious vagy Glory Hall of Nem mondod, hogy egy ilyen film létezik? A Glorious... Nagyon nagy, és Glorious. Igen, ezt mondom, Glorious, vagy Glory Hall of Cthulhu a Shudder producerkedése mellett, de ez nekem úgy van meg, mint egy 1 óra 20 perces rendes mozifilm. Hát, valamivel rövidebb, tehát nincs meg másfél óra, de mondjuk valamivel több, mint egy óra, Hát ez nagyon jó, nagyon jó. Hát ezt, az még én is tudtam értékelni. Nagyon sokat tudsz rajta röhögni, de mégis a végét csak sikerül kikerekíteni. Ki, de komolyan mondom, komolyan mondom. Tehát száztori, százszor ez, mint egyszer egy egy, 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 mit tudom én ki, mi volt az? Sweet flash. Na. <laughs> jó, visszatérve. Shutter, shutterként is írjuk fel a listára, arra egyébként, tehát vissza kell, hogy fogjátok, mert így épp csak elkezdtük a felvételt, és már elvittem így a, az, az érdekes filmek irányába a dolgokat. Amire ma beszélünk, az nem érdekes. Az is érdekes, csak vannak annál, csak, csak vannak annál sokkal bizarrabb, és ér, csak, na gyerek, vannak bizarrabb és érdekesebb filmek. Zoli bácsi, nyitott száj, be abba az erdőbe. Na, kezdjük. <laughs> Szerusztok, kedves hallgatók, kedves kultisták, meg a nem kultisták is. Ez itt a kockaéter, éter. Ja, kilencedik adása. De mondhatjuk úgy is, hogy a második évad második adása. Én Tom vagyok. Aladunk. És itt van velem két állandó bűnölkövető társam, Lázárusz és Zoli. Szevasztok, srácok. Sziasztok. Sziasztok. Ahogy már szóba került az elején, Zolit sikerült leküzdenünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy ne, Isten, igazából ezt mi hallgatunk a hallgatókra. Meg már úgyis megmutunk ezeket a tresseket, úgyhogy valami jobb irányba fordulunk, bármilyen nem jutottunk el a nagy mozifilmekig, hiszen a mai adásban a H.P. Ruckfroth Historical Society két ikonikus filmjéről, a 2005-ös Katuli hívásáról, illetve a 2011-es Suttogás a Sötétbenről fogunk beszélgetni, elmondani a véleményünket, hogy jók ezek a filmek, vagy sem, vagy milyenek, hogy kellene-e nekünk, vagy egyáltalán mit akarunk mi itt ebbe az egész életben, mi az élet értelme? Hát a sör, nem? A sör. Igen, egyre jobb átvezetéseim vannak, komolyan mondom. Nagyon hm. magamra. <laughs> Na, ki kezd itt a sörtémát, srácok? De kezdhetem én. Én most egy új, új dolgot próbálok még ki, még sose fogyasztottam, nem a... Ki az, ami ki? Na, tehát egy kössébe nem légy szíves. Tehát egy új oh. dolgot próbálok ki. Ez a Trek, Lakes, Brew, Pillars, West Coast IPA, vagy IPA. Hát közepesnek mondanám, árban a drágább típus, és ilyen kellően kesernyés, enyhén fanyar, enyhén ciprusos, narancsos íz társul hozzá. Nálam barátoktól kaptunk egy cseh látogatás után egy-két ilyen autentikus cseh sört, és ebből én most ezt a e, előre is elnézést kérek minden hallgatótól, aki tud csehül, e, hiszen Mészá, Mészá, fogom most a nyelvet szerintem. Ma elő, előre csehül érzem magam. Uh, so, uh, uh, jó. Uh, jó, jó. Uh, brillír most Brillira <laughs> jó, uh, szóval ez Níze, cseh ami Húly egy mondod. ilyen Svjánik Níze. Köszönöm. És lehet, hogy, hát, lehet, bízok benne, majd lehet, hogy beírtam valamit, és akkor felolvasodom, hogy hát, hogyha, hogy van helyesen. Svianski kníze. Svianski Svianski kníze. Igen, és ja, ez egy 5,6-os Strong Pilsner. Úgyhogy igazából a Cseh Pilsnerekben, meg ebben sosem csalódtam, mégis ez volt egy nagyon a kellemes, és is. jó kis csesőr lesz majd a mai adáshoz. Csesörök azok nagyon jók. A csesörök nagyon jók. Nem is tudom, miért nem azt vettem. Én ja, nem, nem vagyok nagy ilyen barna sörrajongó, aztán, de valahogy mégis úgy alakult, hogy gondolsz őszintén egyre nehezebben adom ki ezeket az 1500-2000 forintokat az egész a sörökért, úgyhogy beleúztam egy, ja, úgy, úgy, Laci, van egy ilyen sör alátétje. azon tartja a minőség is, én egy löfföt vettem, egy löfföt hoztam ma. Hát, sose volt a kedvencem, most se lesz az, megmondom őszintén, nagyon régen ittam, Úgyhogy markánsabb, az íz, markánsabb ízre számítottam. Hát úgy... Ja. Hát, Szerintem de, teljesen nem, teljesen jó tudom. kis sör, csak már nem ihatom. Hát, most én nem mondom, hogy rossz sör, de azt sem mondom, hogy jó. Tehát úgy, hogy mint barna sör, kicsit úgy markánsabb ízre uh -huh. számítottam. Olyan kis lágy barna sör annak meg... Ja, nem rossz, nem rossz, de jótól is messze van. Na. No. <laughs> Ennyi. Figyeljetek, hogyan legyen akkor itt a mai nap? Tehát amit tudni kell, hogy van ez az HP Lovecraft Historical Society nevű eh, szervezet, egyesület, akik egy 1984-ben meglapult live action jár csapat. Ők Cthulhu Live-ot, ugye a Call of az ilyen élőszereplős LARP változatát tolják elég elég kitartóan és elég komolyan. Tehát eh, egy olyan volumenű csapatról van szó, mint amilyen mondjuk a D&D-nek a kritikáról, csak tényleg ez, a, ez a csapat elsősorban az ilyen larpozásra élő személyesen végzett szerepjátszásra koncentrál, és így a nagyon elhivatott és nagyon komolyan vett szerepjátékozás mellett nagyon sikeres és a rajongói közösségen belül nagyon jóra értékelt hangjátékokat és mozifilmeket is készítettek így a tevékenység részeként. A mozifilmből készült három, a Randolph Carter vallomása, ezt sajnos nem találtam meg sehol egyébként, és ami számunkra érdekesebb, és ugye a két ismertebb filmjük, ugye a 2005-ös kutulú hívása és a 2011-es Suttogás a A filmekről annyit kell tudni, hogy igazából így az ilyen rajongói fan hozzáállásnak egy nagyon szép példa, nagyon szép példa, mind a kettő. Ezzel ennek ez a, a csapatnak az a mottoja, hogy ludo fore puta vimus, latinul ez kb. annyit jelent az ő elmondású szerint, hogy az, hogy úgy gondoltuk, ez poén lenne, vagy jó szórakozás lenne. <laughs> e, és a lényeg az, hogy mind a két filmet az úgynevezett mítoszkópnak elnevezett filmezési technikával vették fel, ami annyit tesz, hogy modern filmkészítési eszközökkel és technikákkal kombinálják azokat a módszereket és azokat a kamerabállásokat, ez filmes nyelvi kifejező eszközöket, amik inkább így a 20-as, -30 30-as években voltak többnyire jellemzőek, tehát fekete-fehér filmekről beszélünk kimondottan ilyen nagyon erős retrofilinggel, a kutulú hívása 2005-ös az eleve egy 40 perces némafilm, film, tehát ami úgy néz ki, mintha így Lovecraft idejében, a 20-as években a hangos film előtt forgatták volna stop motion bábokkal, kicsit ilyen eltúlzott gesztikulálással, ugye ilyen szövegkártyákkal, amiket belógatnak így a, a film egyes jelenteinél, és a 11-es Sutogás a sötétben, az pedig már úgy grik, majdnem egy évtizedet, és az inkább így a 30-as éveket a univerzál klasszikus horrorfilmek időszakát célozza meg, és tulajdonképpen én így a klasszikus Dracula, Frankenstein, Farkasember, mumia filmeknek a stílusában dolgozza fel a Sutogás a sötétben. Ugye annyi a különbség a kettő között, hogy még a kutuló hívása egyrészt az eléggé szorosan követi a novelát, mindössze egy pár apró módosítás feltő észre az eredeti novelához képest és ezt ugye azért is tartják sokat nagyra, mert eredetileg a mondás az volt még kétszeret környékén, hogy a kutulóhívása, mint film, az megfilmesíthetetlen, szövegű formában, ezért is halljuk nyilván nagyon James Van adaptációját, amit az előző adásunkban, a véleményünket ugye az előző mininkben azt majd meghallgatjátok róla, vagyis hát nem is biztos, hogy az előző minink lesz, mire ez az adásba kerül, hanem az előző előtti mini, vagy valami ilyesmi. És ezt veszik azután a kimegy két másik adás, mire ez adásba kerül. Ja, igen, igen, tényleg jó. Tehát, az, jó, 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 lesz egy James Van-es adásunk, amiben kibeszéljük azt a hírben, és na abban beszélünk róla, nem fogunk követni már így a során. Nem lesz, volt, kontentúr. volt, volt, lesz, volt, van, lesz. Zoli, mikor ezt tudani. felvesztük, akkor azt az adást már a hallgatók már még meghallgatnak. Jó, igen, és akkor a másik pedig a suttogásos a ott annyi a az lesz egy érdekes szempont, hogy az is hülyen követi a novellát, viszont ott elég sok karakterrel, pluszállal kibővíti, és egy teljesen új finálét is kerekít az eredeti novellának, tehát ott már jóval, egy jóval nagyobb vállalkozásról is van szó, a, ahhoz a filmhez többek között maga Sandy Peterson is anyagilag hozzájárult, hogy ez a film megszülethessen, és szemben a kutulú hívásának az alig 40 percével, az már egy majdnem két órás, egy óra 40 perces, jóval hosszabb, jóval több színésszel, több helyszínű operáló mozifilmet. És akkor szerintem vágjunk is bele, és szerintem így akkor sorrendben hagyva kezdhetünk így a 2005-ös kutuló hívással, ami még hogyha valaki nem is ismeri így a szerepjátékos közegből, Lovecrafti közegből, a másik filmet a Sötlógás Sötétben, akkor ezt a filmet szokták ugye nagyon sok úgy emlegetni, hogy így a leg, leghitelesebb, legjobb és legszórakoztatóbb a Lovecrafti adaptáció. Teljes mértékben egyetértek, itt, itt egyértelműen egy fanszervizről van szó, tehát ezt, ezt kifejezetten Lovecraft kedvelők készítették, Lovecraft kedvelőknek, ez az érzésem a filmmel kapcsolatban. Hát, hát így van. Hát, de ugye, amit az Ori említett, ugye az idézett, ami ott a filmük erején van, ugye úgy gondoljuk, hogy ez poénos lesz. Igen. Hát csak ezt a hozzáállást követik, új Isten igazából. Azon túl, hogy nem poénkodják el. De vannak benne vicces dolgok, tehát ez az elpoénkodás, de hát akkor véresen komolyan veszik szerintem. És hát így jó szórakozni, nem? Igen, egyértelmű. Forrakoztató. Így van, így van, így van, így van. Tehát, hogyha, hogyha az ember katuli hívása filmet akar nézni, tehát attól függetlenül, hogy ez azért nem olyan könnyű ezt befogadni ezt a filmet, meg azért vannak ennek bőségesen problémái, de én most nem tudom, hányadszor néztem újra, ugye készülve erre a felvételre, erre az adásra, de olyan végig tudtam nézni, mint ahogy eddig. Semmi problémám nem volt. Annyi, hogy most már azért nekem már kiütköznek a hibák nyilván, mert ugye többet. Többször látta az ember, és tan egy különleges élmény tud lenni. Főleg, hogy ugye teljes mértékben elszoktunk ettől, ettől a, a régi stílusú filmektől. Igen. Így van. És ez valahogy egyébként szerintem szomorú is, mert ugye a retro az minden műfajban, minden létező kreatív műfajban az eléggé így. elég, elég intenzív vonal. És erős, hogy a filmeknél most inkább a 80-as évek, esetleg a 70-es évek, majd lassan a 90-es éveknek a stílusa, a stílus, esztétikája dominál, és hogy ez viszont ezt így a régi, fekete-fehér filmes korszakot, annak ellenére, hogy annak is lehetett volna, vagy lehetne még egy ilyen új divatja, azt nagyon átugrottuk. Tehát modern néma filmet, ha nem ilyen elvon művészfilmekre gondolok, akkor ugye 2000. 11 ből talán volt a Néma filmes című uh, ilyen Oscar film, azaz az egyetlen, ami beúrik, hogy ott tényleg a készítők, így Hollywood múltjának emléket állítva próbáltak visszanyúlni azokhoz az eszközökhöz, és tényleg rendesen nagyobb energia befektetéssel próbáltak egy ilyen filmet készíteni, és ez még valamennyire a rajongóknál sem nagyon szólt felbukkanni, szerintem az egyetlen ilyen érdekes némafilmes projekt, amiről hallottam így a kutuló hívásán kívül, és ami így a horrort érintette, az az volt, amikor, most nem akarok hülyeséget mondani, amikor egy temesvári egyetemi csapat megpróbálta a Dracula halála elveszett magyar némafilmet leforgatni, de úgy, hogy ők rendesen az, olyan kamerával, olyan filmanyaggal próbálkoztak, amit eredetleg használtak volna, és úgy emlékszem, hogy az a projekt is így talán igen. költségvetés hiányában megállt így az első néhány jelenet felvétel után, pedig amúgy baromi érdekes lett volna, hogy azt be igen. tudják fejezni, és le tudják újra forgatni azt a filmet. Lényeg a lényeg, hatalmas poén szerintem ezekkel az eszközökkel dolgozni. Szerintem túl nagy a szakadék, nem? Igen, 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 igen. A Néma film, szerintem még talán egy kicsit erős is, hogy, úgy mondjuk azt... Tehát ugye nyilván, tehát, ami az én véleményem erről az egészről, tehát hogyha ha ha nincsen színes filmet csak fekete-fehér filmed van, már máshogy kell forgatnod, mert ugye ügyelned kell, mert az árnyékokkal és a fényjel tudsz játszani. Igen. Ha nincsen hangod, a színészi játékra kell a hangsúlyt fektetned. Az nyilván, hogy, hogy a 1920-as, 25-es években az egy nagyon eltúzott szimpadias színészi játék volt, de tehát ez mindig is egy örök, örök, örök igazság, hogy nagyobb kreativitásra kényszeríti a résztvevőket és a rendezőt, és az írót is. Pontosan ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a videójátékokban is ugye nagyon dívik ez a retro stílus, hogy visszamennek addig a pontig, hogy vagy ilyen fantázia konzolokon, kb. ilyen basic jellegű utasításokkal programoznak, vagy Commodore 64, re meg ZX spektrumra fejleszt valaki játékot, mert egész egyszerűen a technológiának a megkötései, azoknél sokkal inkább meg tudják mozgatni az emberi kreativitást, és én azt mondom, hogy lehet, hogy elvontabb a némafilm, de egyébként a némafilmes eszköztárral szerintem példátlanul jó dolgokat lehet kihozni, hogyha ja, tényleg az, valaki abszolút, ugyan hozzá, hogy abszolút. azonből akar alkotni, azokkal az eszközökkel. Német expressionizmusok és ezek a nagyon ilyen álomszerű beállításai, az a hangulat, ami azokat a filmeket belengte és bejárta, bőven van benne kiakonázatlan potenciál szerintem. Hát, itt nyilván a, a, hangsúly a vizualitáson van, és szerintem emiatt is szerethető igazából, mert, mert egyszerűen egy esztétikai élményt ad vizuális szinten. És nagyon jól, nagyon jól alátámasztják az egészet a, a, zenei megoldások is. Igazad, én nekem, hogyha van bajom ezzel a filmmel, a, most ugye a katolói beszélünk, én nekem ott a látványjal van bajom, de nagyon jó, nagyon jó lett, hogy fekete-fehér, tehát a, a stop motion, az úgy sajnálom, hogy olyan kevés lett belőle, Isten igazából, azt nagyon sajnálom, hogy, hogy annyira kevés van mellé. Azok az álom jelenetek, amiket ugye azokat az össze-visszavágott kis pakmintekli papírokat összeraktak, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon hmm. szerettem. Hát meg ott, hogy a könyvekkel én... kombinálják, az is egy. Pontosan, így van, így van, így van ott az Atlantis, az esviet Atlantis, az igen, igen, ott van ott az álom, álomban. Igen, igen. Nekem az a bajom ezzel a filmmel, de tegyük ez egy nagyon kis költségvetésű, tehát ez tényleg egy fanfilm, fanoknak. Ez egy, nekem az a baj, hogy nagyon-nagyon nem tudták eltalálni ezt a fekete-fehér filmutánzatot. Látszik, hogy rádobtak egy, egy ilyen filmgrain effektet, de az sajnos nagyon kevés ehhez. Az alapvető, itt az alapvető hiba, én szerintem, amit ők csináltak, amit elkövettek, hogy rosszul be a filmnek a sebességét. Ugye, tehát az ember vizuális típus vagy, tehát vannak emlékeid fekete-fehér filmekről, és, és mindig azt láthatod, hogy mindenki siet, mindenki kapkod, gyorsak a mozdulatok. Itt pedig ugye a, a 24 per frame dolgoztak, és a mozdulatok folyékonyak, folyamatosak, és ugye olyan sebességek, mint amit mint, látunk filmekben. Ez ott ugye a régi filmeknél, ugye 12 és 40 képkocka per másodperc között vannak a filmek, ezért ugrálnak azok a filmsebességek és itt, tehát ez, ez, egy, nekem számomra ez zavaró. Ez nagyon tudom ajánlani mindenkinek, akár nektek is, mert a következő alkalommal, hogy úgy nézzétek újra ezt a katoli hívását, hogy 1,4-1,5-ös sebességgel nézitek, akkor a gyorsítással teljesen más élményt fogadni. Teljesen más élmény volt. Sokkal jobb lesz. Sokkal jobban át tudod érezni, hogy te egy régi néma filmet nézel. Ez hidd el nekem, ez egy nagyon-nagyon jó, nagyon jó élményt fog nyújtani. Aztán a másik, ami nem tetszett nekem isten igazából, hogy, ö, hogy a ugye, tehát, ahogy, fekete filmnél, tehát fényképészetben és grafikában és mindenhol, nincsen szín, az ott az árnyékokkal kell játszanod. A geometriával, az árnyékok, különböző árnyékok variálásával, ezt sajnos nagyon sokszor elfelejtették, ráadásul csomó helyen látszik is, hogy, 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 hogy derítős fényt használtak, és itt, és, és, és itt az árnyékok nagyon nagyon sok helyen ö, ö, folyamatosak az árnyékok, nincsenek meg azok az éles árnyékok, amiknek kellene lenniük. De például tudok erre is kivételt mondani, mert amikor van a castro a kihallgatása, az egy rendkívül jó jelenet. Az egy nagyon jó jelenet Igen. a filmben. Uh -huh. De csó máshol, meg sajnos, sajnos erre nem figyeltek oda aztán rakottak még volna egy kis, kis zajt is a filmre, mert ráraktak egy ilyen shining effektet, hogy így nagyon ilyen egy kicsit így elmosódik a film, mint hogyha régi lenne, nem az kell, nincs, nincs rajt, nincs rajt zaj a filmen, e, ne, szemem, számomra ez is zavaró volt, de ez, ez csak az én fasságom, mert ugye én is, hogyha fényképezek, akkor csak fekete-fehér képeket készítek, aztán is, csak én technikai hibákat tudnék felhozni, hogyha nagyon smink, szerintem ennyi nem kellett volna annyira, aztán jelmezek egy kicsit túl újjak, de hát nyilván nemben csinálhatták meg azt, hogy most akkor tönkreteszik a jelmezeket, hogy nem volt meg az a kis használt kopottsága, de szóval, tehát ez, szóval, tényleg ilyen, ilyen, minimális dolgok. Egy, bocsánat, egy dolog, amelyért viszont mérges voltam, az legrászta felügyelőnek a karaktere. Hát most annak a nem magas növésű férfinak a fejében nyomták azt a kemény kalapot, ami szétnyomta a füleit, mint a bohócnak a cirkuszba, Na, az, az kifejezetten nem tetszett. Az az egyrészt, az nem tetszett. De szóval tehát ezek csak ilyen technikai dolgok, amik, amiket így fel tudok hozni hibának, tehát nagyon nem mondanék én. én. Még én sem mondanék mást ezekre. Ezzel lehetett volna játszani, kicsit jobban odafigyelni. Ezek, amiket a felsóltál, nekem is feltűntek, miközben néztem a filmet, és szerintem én nem tudom, hány év után most néztem újra először, tehát nekem elég nagy kiadás volt, és majd hogy nem azt mondanám, hogy mintha egy friss élmény lett volna most megnézni a filmet, hogy készültem a mai adásra. Viszont ezek feltűntek, de én azt nem mondom, hogy igen, igazából mivel érződik rajta a szintiszta ezek a hibák, és még azokat, amiket én is észrevettem hozzá, igazából mind elhanyagolhatóak, mert egy poén, egy nagyon szórakoztó film, és igazából ez, ami szerintem elválasztja az ilyen próbálkozásokat nagyon-nagyon sok elbaltázott trash filmtől, hogy azok is kis készülnek, ott is a probléma egy része jó esetben a jobbik trash filmeknél onnan szokott eredni, hogy a csapat nem érte teljesen fel, teljesen jól, azt, hogy mire képesek, milyen eszközeik vannak, mennyire képzett a csapat, mihez férnek hozzá, hogy fog majd kinézni a végleges termék, és akkor a menet közben szembesülnek a különböző akadályokkal, korlátokkal, problémákkal, amiket nem teljes mértékben tudnak feloldani a végére, és hogy a végén kapsz valamit, ami szerethető, bájos, de közben nagyon matőr, vannak benne nagyon elbantál, elbaltázott dolgok, mind technikailag, mind, narratíva, mind narratíván belül és hasonlók, de tehát igazából azt mondanám, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon szép lennék, nagyon-nagyon-nagyon véres kezű lennék, akkor is azt tudnám mondani, hogy felvegy hogy a kutuló hívására, hogy a nagyon szerethető rajongói trash van szervíz. De, ne, de nem tartom trashnek, mert igazából annyira, nem te, trash. annyira nem távál trash. a szellemiség, annyira más irányba vitték már eleve, nem. hogy tényleg egy ilyen kis rajongói szerelmes levél a magának, a korszaknak is, és Lefret munkásságának is, hogy, hogy nem lehet rá haragudni egyszerűen a hibái miatt sem. Nem, nem, Amíg... ez nem trash film. Ezt, semmiképpen nem mondanám trash filmnek. Ez egy amatőr film, az egyértelműen meg uh -huh. látszik, meglátszanak a hibái, az teljesen egyértelmű, de ezt semmiképpen nem mondanám, semmiképpen nem hoznám a, 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 a trash kategóriába. Ha az lenne, ide nem is beszélhetnénk róla. Tehát a technikai megvalósításban nyilván van, vannak kisebb-nagyobb hibái. Ups. Hát, amit, amit említettél, hogy díszletek nem mindig tökéletesek, a ruhák nem kopottak, nem használtak. Ami engem inkább zavart például, hogy a látványában, hogy, hogy nincs ez az éles kontraszt a világos és a sötét között. Így van. van. Hát De itt fényes bevilágítás is van. A másik, meg hogy nagyon látszik, hogy digitális kamerával. Így van. Igen, így van. Ez az nagyon nagy különbség, hogyha, hogyha színesen veszed fel, vagy digitális Igen. kamerával veszed fel, és utólag dolgozod feketére, az nagyon-nagyon meg kell dolgoznod ahhoz, hogy olyan legyen, mint hogyha filmre dolgozol. Viszont hát ezek az... ezek eltörpülnek szerintem, am Így van. amellett, hogy hogy mennyire követték az eredeti műnek a eredetiségét, mennyire próbáltak hozzá, mennyire szeretettel viszonyultak a, az eredeti Igen. műhöz, inkább úgy fogalmaznék, és a karakterek, a karakterek szerintem nagyon jók. Jó, mond, a legrászta felügyelő, az nagyon-nagyon-nagyon az, az nagyon, nem nagyon, nagyon félre ment, sajnos. Az uh -huh. nagy. nem, hát valahogy nem így, valahogy nem így kiképzelném el ezt a legrászta uh -huh. felügyelőt, aki 5-5-5 jó megtermett rendőrrel bemegy 40 uh -huh kultista közé, közéjük csap. Tehát nem, nem, nem így, tehát ez nem ezt a, nem ezt a kemény kar. Kicsit olyan, olyan, poáró érzete lett nekem. Igen, igen, uh -huh. igen, igen, igen. Hát valószínűleg nem, tesztek ennyi. Igen, valószínűleg úgy különben hát, amiket én felsoroltam észrevételémet, tehát azért mondom, hogy most, hogy sokat szóra láttam a filmet, nekem is csak most tűnnek fel uh -huh. ezek, mert, mert, én is, tehát, de mondom, végig tudtam nézni, és örültem, hogy, hogy végre ezt a filmet nézzük, és ez a témánk. Uh -huh. Teljesen jó. Mindenkinek tudom ajánlani. De mondom, próbáljátok ki, másfélszeres, egy-négy vagy másfélszeres, vagy egy-ötös gyorsítással, teljesen más lesz az élmény. Tehát, ami nagyon nagy előnye, tényleg ezek a, a miniatűrökön keresztül fotózott színészek, miniatűrökön keresztül, te kartonból kivágott díszleteket helyeznek ugye a, a kamera elé és a réseink keresztül fotozzák a, a színészeket, szerintem ezek a részek nagyon szerethetőek. Nyilván, tehát az kérdés, hogy egy, egy, modern filmekhez szokott szemnek ez mennyire tud fájdalmas lenni, de, de, de üdítő, üdítően frissen is hathat ez a ősi technika. Figyelj, én megmondom neked őszintén, mert erről az a vélemény, tehát, hogy aki mondjuk nem egy olyan, még nem szerepjátékos, vagy nem, nem, nem annyira irodalomrajongó, mint mi, nem, nem Lovecraft követő, vagy hívő, vagy kultista, vagy rajongó nevezünk akárminek is, én szerintem ott elég könnyen előfordulhat, hogy visszajárásul a a történet, hogy hát mi ez a szar. Érted? De amikor már amikor tudod, hogy, hogy, hogy mi, mi, ez és miről szól, meg hogy miért ilyen, amilyen, akkor azért ugye más. Meg hogy hát, hogyha figyelembe velesz, így azt is, hogy ezt egy kis minimális kis költségvetés, vagy egy kisebb költségvetésből csinálták, de hát ők egy, nyilván egy ilyen nagy költségvetésű szokott Elsőre, ha megszólok fiatalnak, nem hiszem, nagyon nagy élményt tudna nyújtani. Én megmondom őszintén, tehát én egy Lovecraft szűzzel néztem most újra, a feleségemmel, és mondjuk inkább a, a némafilmes technológiáknak, a, vagy technikáknak a újdonsága lehet, hogy ez hatott rá, de neki kifejezetten tetszett. Hát vagy ez is lehet, hogy kegyeleti okokból mondta hát. nekem, hogy tetszett neki. Lehet, hogy most, fasz, most ez, az új évet, egy kezdjük a Jó volt, Lacikám, jó volt ez. Jó volt, Igen. apa. Apa, szerettem. Szeretlek téged is, meg Lovecraftot is. Dobok egy, na, <laughs> dobok egy dupla húszat neked. Igen, Persze, az, tehát hát ilyenek a jó feleségek. Nem felesége. kizárva, hogy kegyeleti okokból mondta, Én hogy Biztos, hogy annyira jó asszony, hogy ezt megtette. <laughs> Na ennyi, ennyi. Egyébként miért tehát uh, amit mondtam, hogy ilyen és az én sem magára a filmre értettem olyan értelemben, ja. hanem uh, amit így uh, kiemeltek az előbb, hogy uh, ahogy kinéz magának a képvilág a, digi a, digitális kamera miatt, valóban olyan, hogyha levennéd róla ezt a fekete-fehér effektet, akkor ez a film körülbelül úgy néz neki, mint mondjuk a, ezt csak igazából hogy a borzongásos trash jogok meg ugye, az elvetemültebb trash fogják így érteni ezt a referenciát, de olyan lenne, mint a, mint a korai Camp Blood horrorfilmeknek így a, látványvilága, hogyha, leve, hogyha leve a fekete fejre effektet, meg mindet a képről. Na, de, Ön... érted, de most a látványvilág az a kis miatt van, mert nem tudja ennyire befényelni, nincs olyan kamerája, nincs, nincs egy külön szakember, aki, aki ezzel foglalkozik, és, és kibérlik százezer, vagy faszom, sok pénzért napra felszerelés. A, a trash a tartalomnál jön ki, Zoli, tehát nem, 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 nem a látványvilágnál. Tehát a, vagyis, hát én legalábbis úgy, nyilván, hogy közrejátszik, nyilván, hogy szerepe van. De az a kis két költségvetés miatt én szerintem. De ezt de, ne ragudjatok, de szerintem, de szerintem ez, ez jól néz ki alapvetően. Tehát ötletes. És ez itt a lényeg. Van benne kreativitás. Most az, hogy milyenek a technikai korlátai, itt nyilván komoly technikai korlátokkal kellett szembenézenek, de belevették, belevitték az ötletességet, a kreativitást, a kis vicces vagy komoly megoldásokat, hiába több millió dolláros egy filmnek a költségvetése, hiába kapja meg a legjobb render farmot, meg a legjobb animátorokat, ha nincs mögöttek ötlet, nincs mögötte kreativitás. És szerintem itt van. Tehát nekem például a, a, tengeri jelenetek, a hajónak a maketja, ahogy hánykolódik a műtengeren, meg ezek a, ezek a vattafelhők, és a vattafelhőkben csapkodó mennydörgések, szerintem, szerintem nagyon ötletes hogy amiket említettek, hogy technikai problémák, mert hogy ilyen érdekes technikai megoldások, azok nekem is feltűntek így, hogy például okáért vannak olyan beállások, vannak olyan filmezési technikák, amik azért így jóval modernebbek, mint a 20-as évek voltak, mint amikor, ez a fi, mint az a stílus, amit a film próbált megidézni, de ezek is olyanok, hogy nyilván egy kisebb röngyi csapatról van szó, akik nem, valószínűleg nem olyan filmtörténznézeti háttérrel vágtak bele ebbe a dologba, hogy akkor ügyének arra, hogy na például akkor ez a kameramozgás, ez a beállás, ilyen gyors vágások, azok úgy az adott illettek-e, vagy nem. Tehát szerintem ezért is nevezték ezt a mitoszkópot így poénosan, hogy modern eszközök, modern technikák kombinálva retro eszközökkel, mert igazából nem is mondják azt, hogy a retro csináltak, nem is mondják azt, hogy a modern filmet csináltak, hanem valami így a kettő között, ami pont illik ahhoz a stílushoz, ahhoz a hangulathoz, amit ők meg akartak idézni. Tudod, tehát akkor, amikor, amikor van, -e, van -e egy, van referencia pontod, már pedig mindenki látott már fekete-fehér filmeket, vagy régi archív felvételeket, akkor tudod, mi ez viszonyítsad, és ez most aki a foglalkozik, annak kitűnik, de az, ez ennyi. te függetlenül ugyanúgy lehet élvezni ezt a filmet. Abszolút. Hát, tudod, hát, hát, ami úgy kell, mert a nagyon jó ellenpéld, vagy a nagyon jó példa erre, ugye, hát megint csak egész fogom felhozni a Lighthouse, aki ugye 36 millis filmre forgatta a filmet. Tehát ő nem digitálisan, hanem ő filmre forgatta, ott annak a látványán meg is látszik, hogy, hogy, ott a, hogy mi az, amiről eddig beszéltünk. Ezek látszik, hogy olyan emberek, akik szeretik a témát, olyanok nyúlt, nyúltak. Ja, hozzá. és ez a lényege. Ez a lényeg. Azért tudott ez olyan lenni, még ezzel a kis költségvetéssel, meg azokkal a hibákkal, amik hibákra, hát most azokkal a nem, nem precíz, vagy nem elég technikai felkészültséggel, amilyen lett, de még így is egy, tényleg egy szeretető és teljesen jó kis film. Amit nyugodtan és meglel. újra nézhető. És újra nézhető. Így van, így van, így van, így van, így van. Abszolút. Így van. Nyilván el kell nézni azt, hogy ez néma film, meg fekete-fehér, meg egy amatőr film, ezen túl kell lendülni. Na most szólj fresh, képzeld, a fekete fehérben néma a Meg Még lehet, hogy jobb lett volna, hogy nem szólalnak meg. <laughs> most elképzeld, hogy én a szújt a fresh alatt ugye ez a film, és ez a kis zongra. Lehet, lehet, hogy egy vicces hangot, ami emelt volna hozzá valamennyit. Igen, igen, úgy hogy, igen, legalább akkor legalább egy kis filmvégjáték lett volna belőle. Egy kabaré jelenet. Kinek melyik a kedvenc karaktere? Castro. A Castro, egyértelműen. Nem nekem is. A fűhős nem tudom nekem egy kicsit ilyen. Mm. A fősbe többet is beleadhattak volna. Igen, egyébként. az kicsit a faképület, igen, igen. Meg, igen. meg az a, az, a, az igaz, hogy a régi filmekben használtak ugye uh, sminket, meg ezt, ezt a túlzó, ezt a is minket. 15 kiló El... fehér smink, igen, mindenki. De nem, nem mindenki kellett volna neki. Tehát ő rajta volt, le. többi meg nem volt. Lehet, hogy így most azt, hogy ugye volt egy, adtak egy ilyen keretet neki, hogy, hogy ő is az őrültek házában van. Uh, ott a végén volt egy jó, le, jó, le, jó jelenet, ahogy behúzza oda igen, a, a igen, igen. lápolón. Kicsit, mm -hmm. kicsit, 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 kis, botladozóra sikeredet, ez egy jó ötlet volt, jó elképzelés volt. <laughs> ő nem megmondom, hát megmondom a legrassze. Már kell kicsit az a félszemű juhász, az is hogy olyan... Én, én öt szeretem, ő tetszik. De hát nyilván ez a szerepjátékos múlt miatt, ugye mindenki ilyet hmm. akar megszemélyesíteni, <laughs> de... Én nem. Mi így a haladó szerepjátékos csoportok így összegyűlnek. Igen. <laughs> <laughs> Ha viszont már feljött a finálé, szerintem miért vágták ki azt a részt a novellából, amikor az alertnek a fedélzetén, hogy a kultistákkal összecsapnak a Igen. norvégok. Bocsánat, Igen, hogy a, nem Az, nem. egyetlen, az egyetlen nagy módostás a a novellához képest, hogy az alertetőnként pedig így magányosan hánykolódik a tengeren, és úgy találják meg, miközben a novellában ugye összecsapnak a kultistákkal, és miután megöljük őket, utána néznek, hogy na akkor merre akartak ők eleve haladni, és úgy jutnak el a szigetre. Itt viszont csak megtalálják a magányos hajót, és egész egy egyszerűen a, fej, a, fejezések meg így a hajó alapján követik, hogy merre akarta, hogy eredetileg merre tartott az a hajó. Szerintem idő és pénz. Inkább ha, azt mondanom... hát, és szerintem semmi nem indokolta, mert most az nem lett volna egy nagy ember volt rá bőven, hát ott a kultúrsítás jelenetet is fel tudták igen, venni. Igen, hát a mocsári, a... mocsári kultúrsítás jelenetet is fel Igen, és az kimondottan, az... tehát az elég intenzív volt ott a tűzzel. Igen, ö... igen, sok embert össze tudtak izé. Fene tudja. Hát lehet, hogy most sokat már idő... nem tett volna hozzá a történethez egyébként. Tehát megvolt a nagy jelenet a nagy csata még egy csata hát hát de, hogy most, az, hogy hozzátett volna, hozzá. vagy nem tett volna hozzá. Uh -huh. Igaz, akkor ki, fel ne tudja, nem tudom, nem tudom. Isten igazából nem tudnék rá, rá épp kézláb hogy, hogyha ha én lettem volna ott, hogy akkor miért vágjam ki. Biztos meg volt a, meg volt az oka annak. Mert viszont a másik, amit emelgettetek, ugye az elején azt nem tudom, te mondtad, hogy ugye a kutulós stop most, amikor megjelenik végül kutuló. Igen, igen. És igen. egyébként nagyon ügyesen, tehát mivel maga a bába nyilván, amit használtak, voltak technikai megkötések, ezért igyekeznek ugye nagy javarész árnyékban, fél árnyékban tartani, hogy látsz, teljes egészében homályosan háttérben minden. Ott látszik, hogy ugye, amikor menekülnek a tengerészekre Lája városából, meg ott a tengeren, neki vezetik a hajót, ott nyilván az, hogy az kicsit egy gyorsabb iránylet lett, meg kevesebbet mutatnak, az nagyon a technikának a megkötései, hogy nyilván ott minden egyes frame, amit beállítottak, megcsináltak, ott valószínűleg irgalmatlan sok munka kellett, mire azt hogy összehozták minden együtt. Hát meg esetlen is az a figura talán egy kicsit, ez nehéz azért szerintem egy jó ijesztő kututut összehozni, csak úgy tudod kiterjeszteni a, a félelmetes mi volt, tehát hogyha elrejted, álnyékba rejted. A legjobb ilyen a figurának egyébként tényleg az, amikor így elkezd kimászni, csak így a keze megjelenik így az ajtónak Igen. a... Az jó, az a, nagyon jó jelenet. Az, az, jelenleg, az, az jelenleg egy jelenleg nagyon jelenleg. hatásos beállás ott, amikor Én így így hirtelen a keze. Direkt, direkt csinálták egy kicsit ilyen bénácskára Cthulhu, tehát ugye ezzel is ugye, hogy azt, hogy egy néma film, ugye a as években repülsz vissza, azt szerintem szándékosan, ez ne felejtsük, hogy ugye Brian moore dolgozott ott a maszkokon, azt a szobrot is, amit ott mutogattak, azt is ő csinálta, meg ott ez a ben is, benne volt. Hát ugye szobrász, meg ugye most kalapozott a kickstarter egy kis pénzt azért a Pikmen modelljének a megfilmesítésére. Elég jó nevű stábot szedett össze, aztán, hogy mi lesz belőle, hát azt nem tudom, nagyon ritkán ad hírt magáról, de hogy készül a film. Ő egy elég jó szakember, ugye ő csinálta a, a, a szobrot is, ugye providence a providence a közkönyvtárba, akkor csinált Pó, és szobrot, Bram stoker is, de nagyon jó, jó, jó. Meg, meg, Ha jól tudom, mintha pont múltkor dobott volna fel egy, egy fotót, egy ilyen régi fotót, azt hiszem, hogy még Roméróval is együtt dolgozott ilyen zombi filmeken és hasonlókkal. Mindegy, szóval tehát, hogyha, tehát ő neki van olyan készség, készsége, van olyan készségei, hogy ha egy ilyen moderne változatot akart, vagy egy ilyen precízebbet, akkor azt meg tudtam volna csinálni. Én szerintem azt, azt direkt csináltak arra, hogy hát, hogy hát, hogy akkor abban az időben még ilyen kis esetlen szobrok voltak. meg mm. meg, 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 hát, most bár, meg bár, bár ha belegondolsz, Haxan Azért a Huxamban ugye a boszorkányos uh, némafilm, ott azért nem, ott nem esetlen szobrok vannak. Figyelj, hát most, hogyha ha, azt nézzük, tehát ha azt nézzük, hogy, a, hogy az egyik legfilmetesebb filmnek, amit tartanak, ez a Lost World, 1925-ös, uh -huh. amiből a Jurassic Parknak is nagy szerepe volt, az is sokat merített abból. Abba is a dinoszauruszok, amelyik ott teszi ott az emberek, szegény <laughs> brontoszaurusz ezi az embereket. teljesen, teljesen elfogadhatóan néz ki teljesen elfogadhatóan néz ki. De akkor is, hogyha hogy ha megnézed, de van egy elképzelése, tehát az emberben ér egy elképzelés, hogy akkor kis pénáskák voltak, meg hát hogy hogyan mozog Igen. darabos, meg mit tudom én mi. Szerintem erre játszottak rá én szerintem ezzel, a, ezzel, hogy, ez, hogy ez olyan lett. Működik. Isten igazából is ez a lényeg. Ezt kell nézni. És, és ennek örülnünk kell, hogy ez van. És én rohadtul örülnék, ha még ilyen némafilmeket tudnának készíteni. Sorban tudnának menni rajta. Mert azért a, a Suttogás a Sötétbenről az ő kicsit a véleményem, megmondom őszintén. Együtt akar egy át is térhetünk lassan, mert ugye 2014 Suttogás a Sötétben, már egy 1 óra 40 perces hangos film, és jóval nagyobb költségvetés, jóval hát nem sokkal nagyobb stáb, de kicsit profib stáb talán, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt a részét. Hát nagyjából ugyanazok azok voltak. Lényeg az, elengedték a némafilmes vonalat, de sok tekintetben mertek nagyobbat álmodni így a ezzel a következő filmmel. A kérdés, teremt. hogy fel is nőttek -e ehhez? Nem. 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 Tehát az a, az a, az a, az a kisköltségvetés és <coughs> kvázi esetlenség, bár hát ugye ezt mondhatjuk azt, hogy ez szándékos volt az a hívásába, tehát én szerintem ez itt nem az erőnyükre vált, hanem a, há a hátrányukra. Hát én szerint, voltak itt is nagyon jó ötletek, tehát voltak itt is nagyon jó megvalósítottak, de itt már behoztak CGI-t, meg ilyesmit, amit azon rohadtul nem kellett volna. Öff, tehát ha csinálsz, okay. egy, csinálsz egy a 30-as évekre ö, hajazó ö, ö, filmet, 30-as, 40-es évek fekete-fehér noárjaira ha, ö, hajazó filmet, abba egy, egy, egy béna, egy béna CGI, azt rohadtul nem passzolod be. Igen, akkor így elég gyorsan rá is tértünk erre a részre, hogy igazából ennek a filmnek a leggyengébb, legszorabb, legrosszabb része, amivel így nehéz és szó nélkül. Igen. Annyira rohadt gyenge az a CGI, nagyon, amivel mi Tehát ez 2011-ben ezt azért azért. Tehát, hogyha, hogyha, ez is egy izé volt, ez is egy koncepció része volt, hogy direkt azért csinálják ennyire, ennyire trélre, mert érted? Tehát tényleg csinálnak egy pár bábot ez, ez így. Román. Komolyan gondoltam. Um, nem kell hogy nagyon sok migó legyen. Itt de... az agy, agy kivetítésre gondoltok egyébként? De... egyébként? Nem, az, nem. az, az még hagyják. az, azt mondom, azt mondom amikor kivetítik az agyakat, akkor még az majd, hogy nem jó, egy picit lehetett volna még torzítani éppen, de az hagyják. A migók megjelenése, tehát az nem azt mondom, hogy annyira szar mint ugye a bőrdemik, amit a legrosszabbnak tartnak, ugye a madárgiffek giffek így csapkodnak hogy a szereplők arca felett, és akkor ez a el, hogy gyilkos madarak. De nem sokkal jobb. Tehát tényleg ilyen azilum, ugye nem az azilum maga, az azilum hanem a The Asylum, trash filmes produkciós, akik igen. ugye a Transformers vagy a Terminators, meg hasonló ilyen gyönyörű filmekért szerep felelnek. Tehát tényleg ez az irgalmatonul gagyi, és így ez az, amit igazából a retro se javítsuk, az Aha. ugye a fekete-fehér, és a készülék pont, hogy belesek abba a hibába, hogy még a, még a katuló makettet is viszonylag sötétben tartották, keveset mutogatták közelről, meg sokáig Igen. az, az előző filmben, addig itt ugye elidőzik a kamera a mígókon, úgyhogy ott, ott vannak, és így, így belenéz a kamerába, közel van Mert a hát hogy kap, és Jog. olyan borzvaston ocsmányú és gagyin néznek ki hozzá, hogy az Megy egyszerűen... az erdőbe, nagyon nem kellett volna. Hát nagyon meg nagyon a repülős jelenetek. Hát a attól még meg, meg is... nem Nem kellett volna, meg a gyerekbe, az mindenképpen kellett nyilván. Tehát, nem, 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 tehát azért mondom, tehát az az esetlenség, amit az, els, az előző filmben az előnyükre vált, erényük volt, az itt az itt nagyon-nagyon nagy hártalány lett. És, itt, és meg hát az, hogy, jött, hogy megszólaltak a színészek, ami, ami, hát ez nagyon nem kellett volna. Amúgy szerintem nem volt rossz a színészi játék, még úgy, hogy, besz... úgy, hogy beszéltek. Tehát nyilván egy amatőr szerepjátékos csapatról van szó, szóval, akik színészkednek úgy, ahogy tudnak. Nem vártam tőlük túl sokat, azért is nem ért csalódás, és azt mondom, hogy azért láttam, hallottam jóval gyengébbeket ennél. De nem tudom most, hogy a hallgató kedvéért mennyire akarunk, kit amúgy kitérni arra, hogy tényleg így a suttogás a sötétben novellához képest így hogy tért a film. Ezt így át akarjuk beszélni részletesebben szerintetek? Hát most egy félmondatban össze szeret foglalni. Tehát ugye, annyi történik, hogy a film elején van egy sokkal intenzívebb felvezetés, amikor Akrinek a fia aki csak egy említés elég szerepel az eredeti novella végén. Tehát amikor a fia az megjelenik, ugye Will Martinál, és ő az, aki rábeszéli, hogy menjen segíteni az apjának, tehát kicsit hosszabb lett az expozíció. Cserébe szerintem minden, ennek a novellának az egyik legjobb része volt, amikor a levelezésből érződik, hogy hogyan nő ez a fenyegetés, hogyan válik egyre intenzívebbé az, hogy a kultisták is, meg a mégók is megkörnyékezik mind Akrit, mind pedig Vilmárt is próbálnak így keresztbe tenni a kommunikációjuknak, elhallgatni őket, az teljes egészében kimaradt, mert kb. amint Akrinak a fia megjelenik nála, nem sokkal utána utazik is hozzá, tehát közel sincs meg ez a távoli barátság, ez az oda az az a ja. háttérben az eszkalációval, uh -huh. ami a novellának a nagy erőssége. És... De ez két kiterjesztette ami sötét alak követi, nem? A a fiú, tehát azért valamilyen utalás van benne, én így emlékszem. Hát jó, de annyira gyenge az az képest, de Igen. annyival, jobban, annyival hatásosabb volt ez a novellában. És a legfontosabb, hogy a novellának így a cselekménye az így a film két harmadnál megszakad, és utána van egy teljesen új finálé, amiben Will igazából így az egyik kultista kislányával Kislánynak a segítségével megpróbálja megadályozni ezt a szertartást, meg a célja az, hogy igazából a és a föld között egy ilyen átjáró megnyíljon, amin keresztül a migók tömegesen át tudnak vándorolni a földre, aminek megint csak nem értettem így a lényegét, mert ugye a migók igazából egész hatékonyan tudtak így tömegesen átjönni a földre, tehát az, hogy most nem akartak az egész faj költözni, mert csak én ércek kellettek nekik, meg ilyen különböző erőforrások, tehát őket semmi, nem, semmi a Lovecrafti mítoszban, a kudul mítoszban, amígóknak semmi érdekük nincsen arra, hogy azokon a kis kívül, amiket létrehoztak, ők tényleg így tömegesen lerohanják a földet. Tehát mindig a mígóknak kicsit a működését, a céljaikat megváltoztatja a finálé, mint egy csinál egy ilyen nagyon heroikus lezárás, ami igaz, hogy próbálja hogy ilyen szerepjáték szerint átírni, hogy igen, nem fogott egy egyetemi professzor bunyózni a mígókkal, de akkor is akkor is. Én szerintem itt, itt mm. jön ki az, hogy ők szerepjátékosok, is, vagy hogy lárpusok, és mm. itt izé. Na, tehát A mígóknak az emberekkel való kapcsolatára és az együttműködésre, hogy erre, erre nagyobb, nagyobb, nagyobb hangsúlyt fektettek. Én szerintem. A szerepjátékokban is. Mm -hmm. Most Igen. tudjuk nagyon jól, Delta Greenben is volt egy ilyen kalandunk, ott is volt egy ilyen háttere ennek az egésznek. Mm -hmm. Kicsit úgy túl is a hasonlóság, de mindegy is. Hát meg így, nem tudom, egy kicsit talán drasztikusabbra akarták venni a történetet, hogy. Vagy hogy egy kicsit ilyen globálisabb legyen. Globálisabb legyen, ugye az említett kultista egy öngyilkosságot követel egy beszélgetés, vagy egy monológ után, ahol, ahol a teljes de reménytelenséget fejti ki, hogy, hogy jönnek a migók és meg fogják szállni a földet. Tehát ja, ez vonalt, ott igen, ez, a, ez, az egész vonal talán egy kicsit drasztikusabb lett, mint kellett volna, de megint, megint ott vagyok, hogy, hogy számomra, tehát ez mindenképpen azt mondom, hogy számomra, ezek olyan hibák, amik egyrészt az amatőrizmus miatt talán elfogadhatóak, másrészt meg van-e egyéb előnye talán a filmnek, ami érdekessé teszi. Most kétségtelen, hogy a migók, főleg a repülő jelenetekben szerintem borzasztó gyengék lettek, de, de inkább érdemes figyelni szerintem, amikor, a, amikor az öreg migóval beszélget a, a tudós, ez szerintem pont egy pont egy, egy olyan epizód, ami, ami kifejezetten kellemes így, uh -huh. tehát Vannak ennek a filmnek hibája, meg, 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 meg más, meg nekem, nekem ez már annyira nagyon nem tetszett, de, de uh -huh. akárhogy is nézzük, tehát még mindig klasszik sokkal jobb, mint, a, mint az átlag Lovecrafti filmfeldolgozások, tehát ezt azért hozzá kell tenni. Még, még mindig, mindig, film, mindig sokkal jobb, így van, még mindig. Tehát hogyha mondjuk ezt a filmet, tehát ezzel az átírással, ahogy átírták az eredeti novellát így erre, és ezt mondjuk egy, mm, egy profi stábbal, egy jó kis költségvetéssel csinálta meg, tutti ötös film lehetne belőle. Igen. Tehát ez a történet szál, szövés, azért ez, tehát ez itt ebből nem az lett, hogy hát nem akarok ilyen példákat hozni, jó? Tehát nem fogok itt megint izéni, de tehát ez én szerintem a filmre vihetőséget egyszerűsítette, tényleg kicsit más történetet be, de itt, de itt nem rúgtak bele se a történetbe, se, se a se a mítoszba, meg látszott, hogy, hogy, hogy valami jót akartak, valami más, valami nagyobbat, ami nem biztos, hogy jósült el. Én jobban örültem volna egy olyan, egy olyan néma filmnek, mint ennek. Eleve sok. Egy óra, negyven perc, sok. 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 Túl hosszú. Túl hosszú. Tehát azért egy nem jó minőségű, nem jó színészekkel felvett filmet egy óra, negyven percen nézni, sok. Hát ez bőven elég lett volna, hogy egy órás és egy csomó jelenet ki is lehetett volna vágni belőle. Egy óra, egy óra, 20 perc, és igen. igen, tehát azért igen, tettek bele egy csomó töltelék részt, hogy hosszabb legyen, de közben nem volt szükség sem az extra hosszra, sem azokra a töltelék szálakra, töltelék karakterekre, hogy ott a vita is kifejtse mindent, tehát nem, jó pár olyan részt volt, ami igazából is felesleges volt. Tehát am, amikor, amikor a főszereplő mászik föl ott a hegyen, az esőbe, öt percig mászik, öt percig mászik, és minek Két vágókép. Így pontos, ennyi, kész, és ennyi, és mehet. De hát, hogy sok ilyen van, sok ilyen van, sok mm -hmm. ilyen van benne. Ugye, ezt nagyobbat akartak, meg, meg <laughs> nagyobbat, színesebbet, szagosabbat, de hát, színesebb nem lett, de azt hiszem, nem kellett volna, nem kellett volna. De hozzáteszem, még mindig szívesebben megnézem bármikor, mint bármelyik másik Lafra feldolgozást. Mm -hmm. Jobban tudom értékelni, aztán lehet izéni, dobálni, amit kell, Jobban tudom ezt még értékelni, mint a, mint a szín az űrből. Még mindig jobban tudom értékelni. Mert itt látszik, hogy, valami, hogy itt látszik, hogy olyat akartak, ami forrásű. És nem úgy, hogy hát van ez, akkor, akkor csinálok belőle valamit. Legyen, legyen. Mitől lesz jó az a film? Attól lesz jó, hogy akkor egy nagyon fancy, geek színészt idehozunk. És attól jó lesz. És belevisszük a baszorkányságot. A, meg a minden meg, meg hülyeséget. Meg az nem, hülyeséget. Fejés, meg ilyen hülyeségeket. Ja. Jó, minden, nem menjünk ebbe az irányba megint. Lehet, hogy megint ezt én <laughs> Tehát nem attól jó a film, hanem attól, hogy látszik, hogy akik akarják csinálni, vagy akik csinálják, azok akarják csinálni, mert szeretik azt, amit csinálnak, és ezzel foglalkoznak. Utalások, kicsi utalások, itt kicsi utalások, ott. Hát az, hogy a végeredmény az olyan lett, egy kicsit nagyobbra túlvállalták magukat, vagy túlképzelték magukat, hát ja. Igen, meg hát egy-két ilyen gesztus itt is azért előjön, tehát én, ami, ami nem, Amikor a kultista kijön az ajtón, hogy fogadja a, a professzort, és nyitva van a kétcsővadász puskája, és ott előtte így, tk, így összekattintja Például, Tehát, hogy ilyen, ilyen kis gesztusok <laughs> nagyon ülnek, szerintem. Vannak benne, vannak színészeket is elég jól megválogatták, összetudtak válogatni, karakteres arcok, tehát a, a Tufa Texasi rednekekhez azért elég jó igen, arcokat igen. találtak. Tehát az a két színész. <laughs> Lehet, hogy nem örülnek neki, hogy ezt mondják róla, de hát az ő karakterük ez passzolt. De a, aki igen. az elején is ugye hallgatja, tehát ott a, amikor az irodába az elején, és akkor ott jön a srác, utatja a fotót. Nem is, van az a aki az előző részben is szerepelt úgy különben a hívásában uh -huh, is, igen, igen. akit kifaggatja, az a Manusz is egy ilyen látszik, hogy azért az a fontoskodó karaktert játsza, ezt a szkeptikus fontoskodót, az is nagyon jó arc úgy különben. Nem tudom, tehát tényleg, tényleg nem rossz film, tényleg jó film de, de több a hiba. Tehát több, kicsit, mint hogy a, nem mintha látványosan többet próbáltak vállalni, Minden. és itt annyira nem jött be a számítás. Itt, Tehát itt. pont azzal, amivel próbál, amivel, amiről úgy voltak vele, hogy na, akkor belevágnak, és megcsinálják, és így csinálják, sokkal gyengébb lett. A még visszatérve, igazából a mígók addig jók, ameddig látod az árnyékukat, egy testrészüket, de amikor éppen csak az egyiknek így az árnyéka felrepül gyorsan a tetőről. És addig működnek az mert utána ahogy tényleg megjelennek így ezzel a gagyi CGI-jal, mindennel... Meg van ott egy jelenet, amikor benéz az ablakon, és akkor csak így egy ilyen egy, 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 egy lábat mutatnak, ahogy ott áll a igen. Veszége. A lábat mutatják, az árnyékot mutatják, tehát, hát az a, a, tehát hogy... olyan ügyesen hogy el tudták volna bekelni, hogy nem mutatják őket egy pillanatig se teljes egészében, csak ilyen háttal, háttal árnyékból, homályosan minden. Katul hívásában ugye olyan hibák voltak, amire azt mondta. hogy hát jó van, na, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De ebben meg olyan hibák vannak, amire azt az hogy hát, a az meg nem. Igen, amikre inkább mondod, azt mondja, hogy így ezt nem gondolták, igen. bele nem gondolták át jobban, hogy ez, ez esetleg így nagyon, nagyon gagyin fog kinézni, és nem a jó értelemben gagyin. Amúgy nem tudom, hogy uh, emlékszem, hogy amikor volt ez a szó, hogy Peter ez megtámogatta őket, nem tudom, hogy az azért volt -e, mert eleve megtámogatta a projektet, vagy pedig azért, mert így menet közben kifutottak a pénzből, ez lehet, hogy nem szép dolog, most lehet, ne hogy nekem most így adás közben utána olvasok, mert elképzelhető, hogy az volt itt a probléma, hogy így a cash az, az menet közben kezdett el kifol, kifutni. Hát szerintem, szerintem neki érdeke egyébként, ugye ő a, hát a ennyi. Egyébként, igen. Most a lehet, hogy a legbiztosabb forrásból a Wikipédiáról azt írják, hogy financiálisan támogatta azért, hogy be tudja fejezni a produkciót. Mm -hmm. Tehát hogy lehet, hogy tényleg az volt a sztori, hogy hogy itt menet közben elkezdett fogyni a pénz, és akkor kénytelenek voltak úgymond meg is csinálni úgy, ahogy tervezték, de közben, meg közben, meg hát így a költségvetés kicsit kevesebb volt. 2009-es két évvel megjelenés előtt, amikor már akkor szabadkozta, hogy 2007-ben jelent meg az előzetes, és hát. Hát borrasztóan kifutottak így az időből is, a pénzből is. Tehát itt azért látszódik így, csak így nagy, nagy mm. vonalakban átolvasom, hogy erősen túlváltak magukat nagyon sok tekintetben. Nyilván benne volt, hogy a 2008-as pénzügyi válság semmi biztosan nem tett jót így a csapatnak, meg ja, a készítésnek, egy pici indi társágnak. Picit túlváltak magukat az eredetiekhez képest, és így mm. nagyon menet közben kellett vágni az elképzeléseken, hogy be is tudják fejezni. És jó, elmondhatjuk, hogy ez látszódik a végeredményen. Hát sajnos ilyen. látszik, sajnos látszik. Amit, amire igazából kíváncsi lennék, így elhangzott az is, hogy ugye ti is mondtátok, srácok, hogy más filmek, ha hasonlóan írták volna a történetet, tehát szerintetek ilyen hozzáállással, tehát mi az a mértékű átírás, amely egy Lovecrafti filmnél beleférhet egy adaptációnál? Uh -huh. nekem, nekem ilyen általános elképzelésem van, szerintem egy, egy adaptáció az akkor jó adaptáció, hogyha az eredeti műnek a lényegi részeiből képes átmenteni új formátumba. Akkor jó egy adaptáció. Tehát szerintem a mérték az, az nagyjából mindegy, hogyha a képes tényleg abból a szellemiségből, amit az eredeti mű képvisel, akkor lesz jó egy adaptáció. És itt szerintem ezek esetében beszélhetünk erről. Meg a szándék, tudod? Hogy a szándék, hogy, hogy azt akarom, hogy annyira formálom át, és annyit változtatok rajta, hogy meg akarom tartani az eredetit, azt akarom, hogy ez a film az legyen, ami ez a történet volt, tehát muszáj valamit változtatnom rajta, hogy, hogy filmre tudj hogy filmet tudjak belőle csinálni, vagy azért változtatok rajta, mert majd én, majd én megmutatom faszikám, hogy mi a kozmikus rettenet. Megmutatom, hogy mit vagy olyan. Meg én képzelni azt, hogy hogy Lovecraft leül -e ezzel -e a két film elé, és élvezette végignézi őket. Nem hát, tartom valószínűleg... kizárt meg. Valószínűleg nem nézné meg, de mindegy. Hát a ja, Lovecraft ugye ő a Frankensteinről is szerintem még ugye írt egy levelében, hogy hogy is fogalmazta meg ott a levelezőtársának, hogy látta, hogy e, miért is a munkásságát, így lemészárják a filmvászon, vagy valami ilyesmi volt a véleménye a Carlo Fél Frankensteinről. Aha. Hát azt képes szegénynek, hogy amit a saját munkájával műveltek a filmvászon, hát az nem, valószínűleg nem lesz túlságosan boldog. Visszatérve az, amit Zoli kérdezett, tehát mondjuk, amit itt a Suttogásra a sötétben filmet csináltak, tehát annyi változtatás, tehát mert ott, ott, érződik a szándék, hogy mit akartak csinálni, meg hogy annak meg volt a, tehát így is kerek maradt az egész, tehát ahogy, ahogy az előbb is mondtam, nem rúgtak bele a, történetbe a történetet, ugyanúgy megmaradt, kicsit más szemszögöt is állítottak hozzá, ezek a változtatások itt teljesen okésak. Más lett, de, de valójában mégis ugyanaz maradt, és, és így, 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 így okés egy adaptáció. A, 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 a hívásánál az meg pedig, pedig az nagyon kevés ott a plusz, amit hozzáadtak, de az jót is tett hozzá. Tehát az jót tett hozzá, tehát azok az álomjelenetek jelenetek azok teljesen jók, abszolút jó passzolnak hozzá. Uh -huh. Itt én, mondom, tehát egy nagyon fontos, amit a Laci mondott, hogy hogy, 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 hogy hogy hogyan kezd megvalósítani, abszolút jó, de hát mondom a szándék. Én szerintem a szándék az, az, az a fontos. Mert mindet meg tudsz csinálni, csak, csak akarni kell. Hát ennyi, hogy hogy állsz neki így van. Hogy állsz neki prostituálni akarod az eredeti történetet, én hogy pörgesse a pénzt. Így van, így De van, így, így van. Ugye azt akarod, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a mozi előtt, és akkor vigyék be a pénzt, meg vetessék meg a, 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 a miniket, meg a katuluki szobrocskákat, meg a pólókat. majd, Magyarul, ugye a James Van ez a popcornhoz is hozzáállás. Igen, beszélek, hogy, hogy azt akarod, hogy, 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 ez legyen, hogy ez legyen, mert ez a célod, ezt várják el tőled, hogy erre kaptál pénzt, azt mondtuk, hogy azt mondta, hogy figyelj, akkor van egy csíriárt töredéke annak, amiből olyat lehetne csinálni, ami izé, ami de akkor megcsinálom olyanra, hogy az jó is legyen. És hű maradjak, és akkor, és akkor tudjak a tükörben nézni, ne kelljen szembe köpnöm magamat. Hát de akkor viszont csak művészmoziban fogják bemutatni meg film. Hétvégi, hétvégi filmklubban. Hát tehát de erről ennyi. van szó, tehát erről beszéltünk a múltkori alkalommal is, hogy Lovecraft, én szerintem nem való mainstream moziba. Tehát egyszerűen ennyi a titka, mert mert a szellemisége, az írásfajén, a kozmicista felfogás és a mítosz meghasonló, a mítosznak egy része az, ugye az más, az, az, még, az még oda adaptálható, egyszerűen nem való oda. Egyszerűen máshogy kell gondolnod azt a film. Ö, bocsánat, hogy kövezetek meg mondjuk mondja a sútogás a, a film, hogyha ezt igazából nagyobb költségvetéssel, megcsinálták volna, ez amúgy mehetett volna mainstreambe. De az uh -huh. előbb is mondtam, hogy tehát, hogyha erre kaptak volna pénzt, meg egy jó, szerintem ez egy tök jó film lenne. Uh -huh. Ez egy tök jó film lenne, de ez nem egy mainstream film lenne. Tehát nem értékelnék annyira. Igen. Ö, nem mainstream lenne, de lenne annyira mainstream, mint mondjuk az ilyen kult horrorok szoktak lenni. Ugye ezekről beszéltünk, és már fogunk is beszélni az elkövetkező hónapokban. Tehát azt is kellene definiálnunk, hogy, hogy mit értünk mainstream alatt. Figyelj, akkor mondok egy pár példát. Olyan jelenlegű horror lehetett volna, mint például a Baskin, nagyon kis szürreális török horrorfilm. Hú, hát hát az nem akartam. mainstream nem, nem, is, nem, mainstream, de nem is mondanám ilyen undergroundnak, mert ez így a közösségem belül azért elég, elég szépen ment az a film. Hát igen, na de oké, okay, de Zoli, okay. last de, de, de Zoli, tehát eleve már itt ugye másról beszélünk, mert, mert a mainstream, ez nem azt gondolom, hogy a horror közösségnek a mainstream film. Mert a mert James Fenn nem horror közösségnek fogja készíteni, a, ha a, a, a sorra kerül a Kátúli hívása filmet. Igen, csak azt gondolom, hogy a horror belül azért van egy elég széles mesdje a mainstream és az underground, meg a kísérleti között, meg a művész között. Éh, Éh, az az nagyon az sok... Jó nagyon, nagyon a, a spektrum szerintem, mint amúgy a, a legtöbb más filmű. Mondjuk, mondjuk, azt a Baskint, amikor a rohadt jó film tehát azt mondjuk rajtunk nem lehet mainstream filmnek mondani. Hát az... egyáltalán, nem, egyáltalán nem mainstream, de igen, a baromi jó film. Na, hát most, most, tehát az, az más, tehát Na én egy szóval nem, 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 nem IMAX-be való egyszerűen, nem az, hogy bemegyek, aztán jú, vilgok vihogok, meg jú, meg sikítozok, meg de nem erre való. És akkor egyre, minél, minél nagyobb bevételt akarsz, annál nagyobb eróziót fog az eredeti. Hát minél nagyobb bevételt akarsz, annál butább filmet kell csinálnod. Hát a blockbustereknek nem az a lényeg, hogy olyan jó történet áll mögöttük, meg olyan jó színészi játékkal, hogy lecsúszik a gatyát tőle, hanem az, hogy robban, csillog, Alkalma, villog. Alkal tömegfogyasztással, látványos, így ismert színészek. Így van, így van, félve, félve, teszem ezt hozzá, hogy ez, ebben semmi baj nincsen. Tehát Nincs ez semmi baj. Abszolút. Igen. Ami az azzal van, ami, ami a hmm. valódi igazi, de olyan művészi értéket képvisel, ami, ami, egy évszázadot meghatározott, és a mai horrorfilmeket és horror irodalomnak az alapjait tette le, mert akárhogy is nézi, mert mindenki ezt felejti el, mert ezt mondják, hogy oh, Lovecraft az ma üző, izé, hogy mi az szar meg izé, hát hülye gyerek, bazd meg. hát amit olvasol, meg amit látsz, az arra épült fel, meg, hát, meg, meg, meg nyilván a, a, a kortársainak a művészetére. Tehát ez nem arra való, hogy abból csinálni, én, hogy egy rohadt vagy hogy cirkuszba mutogasd, mert hát ez, ez nem, nem az, nem az. Az hát így van, ab, abszolút igazad van, hogy hogy megvan a blockbuster filmeknek a, 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 a helye és a szerepe. Tehát ez, az az, ez meg ez. Hát de, tehát jól fel lehet használni, ugye a Lovecraftot is mondjuk, mit tudom én, a Hellboy filmek szerintem szerethetőek. Tehát az, amikor, az, amikor igen. így van, így van amikor, amikor, behúznak mondjuk egy Lovecraft-i szállat, vagy mondjuk egy egy, 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 egy vagy egy, vagy egy szállat, vagy hogy felismeretet, azok tök jól tudnak működni. Az, az, az be lehet A ezek. is, igen. Így van, így van, így van, így van. Hát csak teljesen más, tehát ami, ami nekünk fáj, az az, amikor az eredeti Lovecraftot húzzák le egy, egy, egy silány szintre. Hát ne, nekem nem fáj, én agyérgörcsöt kapok, mert fáj, én nem igen, fáj, de... de szóval Ez hogy... Igen, igen. Tehát, a, tehát, a... tehát aki, aki elkészíti, annak van-e gerince, vagy nincs, ezt ennyi történet gyakorlatilag. És ha teletömik a zsebét 200 millió dollárra, akkor valószínűleg hirtelen, hirtelen, meg tud görbülni az a kiegyenesített gerinc is. Egyébként hasonló stílust, akár ilyen fekete-fehér némafilmes, retro stílusú módszerrel el tudnátok képzelni mondjuk más lovecraft adaptációkat is? Tehát, hogy mondjuk akár nem is csak ez a csapat, hanem mások elkezdnék ezt az irányt használni, és akkor így próbálnának meg akár Lovecraft novellákat, akár Lovecrafti ihletettségű filmeket készíteni. Ez mennyire működne szerintetek? Te pont ezen gondolkodtam, hogy van egy csomó olyan novellája, amit, amit így, így fel lehetne dolgozni. Én szerint nekem, nekem, nekem egy, kicsi, egy idő után kicsit sok lenne szerintem. Így, hogy most megnézek egy fekete filmet, másik fekete, másik fekete filmet, én szerintem, tehát mondjuk lehetne egy olyat csinálni, hogy mondjuk tudod, hogy tudna ez működni? Én, én szerintem. Hogy? Hogy, hogy mondjuk csinálsz egy ilyen mini sorozatot, vagy, vagy inkább egy ilyen antológiát, Há. tudod. Igen, mondjuk -hmm. egy, mondjuk a, most ha mondok valamit, a, azt hiszem a NBC-nek, vagy CBS-nek, nem is tudom, minek vannak ilyen sorozattal, amikor feldolgozzák ö, ö, Pó t is, meg Agatha Christie-t dolgoztak fel. Ö, nem a BBC? BBC, akkor BBC, bocsánat, bocsánat, Mert bocsánat, azt mondom, hogy náluk futott régebben, ugye a Montagor Road James TV filmek is, ugye a 60-as, 70-es évek, amit ugye így, ami így szintén van, van, és szívusok. akkor csinálsz egy ilyen sorozatot, és akkor egy ilyen nyilván a hosszától, meg a feldolgozhatóságától függően egy ilyen 50 perc, egy óra, 20, másfél óra ez a fekete-fehérbe, ebbe elmenni, és akkor mondjuk egy évente elkészülne egy. De az, hogy állna rá az alkotóközösség, hogy, hogy fekete-fehér, meg is isten néma filmeket, vagy ilyen noir filmeket, hát azt hiszem, hogy sok lenne egy idő után. Egy-kettő azért beférne. Tehát hát azt mondom, a... hogy egy-kettő igen, igen egy-kettő igen, de ugye az azt mondta, hogy, hogy, ez indulna el, ez a, uh -huh. ez, a, ez a, ez a trend indulna el. Én annak nem örülnék, de hogyha készülne még mondjuk pár ilyen, nagyon szívesen, bármikor megnézném. Hát meg ennek, tehát ez nem fut ki sehová, tehát az a, az a gond ezzel, hogy tényleg komoly anyagi bevételt ezzel nem fognak sose. Nyilván ugye a tudóhívása is nem egy díjat nyert. Mondjuk azt nem teszem hozzá, hogy milyen díjakat, tehát nem oszkára kell gondolni, hanem művészfilmes díjakra, de nyilván be lehet csöpörni egy-két díjat, de, de, de komoly bevételre nem számíthat ez a csapat. Hát a szerelemből ebből a lendületből, ebből még születne pár ilyen mű, annak szerintem minden rajong örülne. Ezzel és amúgy vannak novellák, amik szerintem... Érdekes, hogy amúgy szerintem a Viszperer pont a mígók miatt... Bár nem, 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 mert a Viszperer, hogy igazából jobban tartják magukat a novell megkötéséhez, és nem mutatják a full CGI mígókat, amúgy tökéletes lett volna megfilmesítésre. Nekem van egy olyan nézés, mert jobban elment így a, irányába ez a irányába ez a, film így a végére, mint a, mint a és az, és az így könnyebb, könnyebb, volt feldolgozni, mert egy könnyebben, hát a történet is talán könnyebben befogadható talán, hogy a fene se tudja a sci mint amitől azt mondott, hogy weird. Tehát így nekem ennél, mindenképpen lett egy olyan nézésem, hogy ez, ez, inkább egy olyan, ez inkább sci lett a végére, és nem, nem az a weird, weird horror, vagy kozmikus horror, amiről beszélnünk kéne. Hát szerintem pont, pont a sci gyengítette a csapat, és a viethorrt vitte be egy kicsit ezzel a kapuval, meg, ezzel a világvége hangulattal, bár lehet, hogy tévedek. Hát azzal viszont, hogy a, hogy a migókat mutogatták, meg ott a végén repkedtek, és izé, meg hogy akkor elmagyarázták, hogy ők ide akarnak jönni, és akkor a kapun át akarnak jönni. Az, hogy most ott öt rednek, meg egy, egy, egy ilyen nem jó színész, csinált. Tehát a, a, az a kapu, hogy most ezzel idézték, meg az csak egy az csak egy és szerintem az csak egy kis elem volt. Tehát az lehetett volna egy térkapu is, aztán kész gyakorlatilag. Ott, maga... Azon nagyon érzik ez a klasszikus szerepjátékos rész, ahogy, ahogy mondtam, van, 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 az, nagyon ez a kellett egy nagy finálé a kalandodul végére című dolog. Hát de ugyanez a repülős megoldás, szerintem. Igen, ott a Csekov repülője egy, a film közepén nagyjából megmutatják, hogy ott áll bent így a, fa, a tanyán, sejti a néző, hogy azt a repülőt valaki el fogja indítani. Igen, igen, igen. hogy ki. tehát, miért, tehát amikor repül, repül ellenfelek előtt kell menekülnöd, akkor miért menne repülni elfelé, és amikor ugye az erdő között, a fák között, meg így a híd, hídon alagutakban sokkal jobban el tudnál bújni előlük, mint az, hogy felrepülsz, és így velük egy szinten, ahol ők jobban manővereznek, meg mozognak. Tehát egyébként így narratíva szemontjában egy borzasztó hülye Ja, magadat a gyereked előtt, mert a, ú, itt a világ vége, a gyerek hadd jó, nem tudta, hogy a gyerek ott van mögötte, azt hozzá kell tenni, de hát akkor is így. Hát de azt tudta, hogy van gyereke, nem? Igen. Hát ha ott van mögötte, vagy, vagy, vagy valóban nem, nem, az abból, a... nem, az csak egy nagyon hatásvadász jelent volt, az, hogy belül a könyvben ötöd, és akkor... igen, ja, 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 Az, de az is fejtettem, az hogy, hogy a legröhelyesebb rész, ugye azzal sem is a könyv, hogy belül ötöd a könyvben, és vége van, nem, nem használható többet semmire. Jó, igen, tehát de ezzel is látszik, hogy megvannak ezek a kis hihességek így narratíva szempontjából is, meg technikai megvalósítás szempontjából is, így a Viszperernél. De egy szónak is száz a vége, nézhetők ezek a filmek igen, nézhetők, igen, és amúgy lenne még sok Lovecrafti novella, amiből hasonlóan lehetne jó filmet készíteni, csak érdemesebb így, érdemesebben az erősségekre gyúrniuk, Uh, és ezt a, a pedig mind a készítési folyamatát, mind pedig így a végeredményt egy inkább egy tanuló pénzként elkönyvelni, mert ott látszódik is érezik, hogy az már nem, nem, azt a szintet ütötte meg, és nem, úgy, nem olyan formát öltött, mint ahogy azt ők is szerették volna. Csak éppen kár, hogy igazából a Viszper óta nagyon ugye említettem ezt a Pikmen modellje készülő próbálkozást, hogy arra gyűjtenek meg minden, azon kívül igazából nincsen túl sok infos, ugye a Viszper óta is eltelt már 10, hát 13 év lassan, Brian Moore egy elég egy attraktív személyiség, tehát ő úgy indította a, a, ezt a Kickstarter kampányát, hogy ő gyakorlatilag azt mondta benne, hogy figyelj, ez vagyok én, én megcsináltam ezt a szobrot, meg, 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 ja, meg csinált előtte egy filmet, de az borzasztó, borzasztó nem lett jó, az egy valamelyik Lovecraft feldolgozás volt, ezért adjatok nekem pénzt. De gyakorlatilag ez volt a kampánya, meg hogy, meg hogy, ismerem ezeket az embereket. De saját magára alapozva kérte a pénzt, hogy akkor, hogy akkor hogy adjatok, el is bukta. Utána megismételte a kampányát, kicsit jobban össze volt szedve, máshogy állt hozzá a történethez. Sok újat akkor sem mondott meg sokkal több konkrétumot, hogy akkor most ez mi lesz ez a film, hogyan fog megvalósulni, és a, meg mit tudom én, amit ugye nyilván az érdemes ilyenkor elmondani egy kampányban. Itt összejött, de a végén látszódott azért, hogy volt egy utolsó tír, be volt rakva támogató közt, ahol be volt 5000 dollár, meg ilyesmi, tudod. És a végén, amikor majd a történet, akkor, akkor itt valaki megtámogatta a projektet azzal a, azzal a két nagy tíre, hogy összejöjjön a végére. Úgyhogy, hogy mi lesz belőle, nem tudom, elég jó stábba dolgozik, Reber Clark, -a, a zeneszerző, nagyon jó, ő, ő nagyon jó zenéket csinál, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A propok azok biztos, hogy jók lesznek abban a filmben, mert mm, Prime ért. Ez mm. ő neki, ez a, ez a maszkmesteri történet, ez, ez neki nagyon megy, ebbe is dolgozott. Tehát ismer minden trükköt, minden szír amihez kell. Ja, lesz a film, hát majd meglátjuk. De ugye ez egy önálló projekt, ugye ez nem a, nem a historikus a keretén belül megy. Hát de azt mondom, hogy kérdeztem, hogyha mások megpróbálkoznak hasonló stílussal, meg hasonló elemekkel. Jó lenne, mert Mellett. Én örülnék neki, tök jó, tök jó eredmények születhetnének ebből, hogyha ugyan, ugyanúgy állnak hozzá, hogy ők, hogy akkor mi ilyet is akarunk, de ehhez nyúlunk, ehhez, nyúlunk, vagy ennyire van lehetőségünk. De azt se szeretném, vagy én szerintem az nem lenne egy jó dolog, hogyha ez lenne az, hogy akkor na már most pedig csak fekete-fehér, noár vagy néma filmekből lehet ö, Lovecrafti filmeket csinálni. Igen, ez egy veszélyes, de hát azért a következő lépés ugye az lenne egy színes film, hogy a néma filmből eljutottunk odáig, hogy Hát igen, tehát akar, ha akarok ezt hogy előre akarok haladni, amit nem hinném, hogy egy jó irány, lenne, mert ugye itt, itt se so volt egy feltétlenül jól kifizetődő mm. döntéshez. Nem, nem de mindenki az, én nem tudom, én nem mennék tovább. Tehát a színes filmekkel már annyi minden kell mahinálni, ott ha csak nem tudnának megszerezni tényleg olyan eszközöket hozzá, hogy valóban 16 millis filmre forgatni klasszikus elemekkel, aminek amúgy van egy nagy divatja, tehát most is ugye egy csomó film van, csomó új film van, amelyek egyébként azzal próbálkoznak, hogy tényleg így retro eszközökkel, meg nagyon ilyen retro látványvilággal késznek filmeket, de ha ezt nem tudnák garantálni hozzá, hogy valóban nem csak a digitális ráhúzzák ezeket az effekteket, hanem valóban lemennek addig a szintig, hogy így forgassanak és így dolgoznak a filmekkel, akkor nagyon-nagyon szorul le tudna sülni az, hogy ilyen vonal mentén mennek. Úgyhogy szerintem meg kéne maradni igen a retrónál, ha csak tényleg nem tudnának valódi szerezni hozzá. Na, hát jó van. Kibeszéltük ezt a két filmet, tehát összességében egy a végére mondhatjuk azt, nem egy ilyen okos zárszónak, hogy akkor egy világrengető alkotások, de még de érezhető bennük a szándék és, a, és, a, és, és, az, hogy ezt olyan emberek készítették, akik szeretik azt, amit, tehát szeretik Lovecraft művészetét, szeretik a mítoszt, és értik is, és éppen azért úgy nyúltak hozzá, hogy, hogy, hogy ez lett az át. Irkalmatlan nagy filmakotásokra nem kell számítani annak, aki esetleg ezeket nem látta, fel kell készülni arra, hogy nem lesz egy vizuális ejakuláció, de <laughs> de, <laughs> de egy kis jó szándékkal áll hozzá az ember, akkor nagyon lehet élvezni, és tényleg ezek újra nézhető hm. filmek. Lehet is egy, egy happy ending ebből. Ó, bazd meg. Oké. Okay. Na, <laughs> hát szóval, kedves hallgató, hogy rög. hogy röhög. Kedves hallgatók, kedves kultisták, akkor ennyi volt mára a kockai 9. Magyarul a második évad második adása. Köszönjük figyelmeteket. Ne felejtsétek el, hogy van ám Patreon oldalunk, ahol közvetlenül tudjátok támogatni a kockai podcast podcastet. Mindenkinek tudjuk ajánlani ezt a filmet, én azt hiszem mondhatom két beszélgető partnerem nevében is. Nézzétek meg, egy próbát mindenképpen megér. gölcsöt ettől nem fogtok kapni. Majd a következő kockaitertől. étertől. Sziasztok! Sziasztok! Nem tudom, mi lesz a következő kockaiter. Mi lesz a következő kockaiter? Ezt az jó filmek lesznek!